Na és itt is lennénk a második versennyel, amint mondtam, valószínűleg most is utolsó helyről rajtolunk, és nem, nyolcadik helyről rajtolunk. Ugyanaz a pálya, csak most a nyolcadik helyről próbálunk valami maradandót alkotni. Könnyebb dolgunk most sem lesz. Ha minden igaz, akkor most kaptunk most már súlybüntetést, úgyhogy egy kicsit lassabbak lettünk, egy kicsit nehezebben irányíthatóak. És sokkal rosszabbul fékezhetőek. És sokkal, de sokkal rosszabbul fékezhetőek. Nagyon rosszul lehet fékezni most vele. Atya Isten, miért mennyire nem akart lassulni. Nagyon megérezni azt a súlybüntetést, ugye minél előrébb végez valaki, annál több plusz súlyt kap. És nagyon-nagyon megérezni, hogy bizony ez az eddigi féktáv az nem ott van. Nem lassul az autó. Na babám, ez így szép lesz. Meg éppen már dörzseltem a tenyeremet, hogy aj, de jó lesz, így megszoktuk egy picit a dolgokat. De nem lesz jó. Nagyon-nagyon más az autó viselkedése. Kanyarokban sokkal stabilabb, mint eddig. De... fékezni nem akar. Fékezni nagyon, de nagyon nem akar. Ott is jónak kell lennie. Talán egyet jöttünk előre így is. Egy Volvo és egy BMW. Csak felkolicálunk az első helyre. Valahogy csak felkollizáltunk az első helyre. Szóval, a maradék három kört kéne valahogy így megőrizni. De az az igazság, hogy nagyon nem szeretek elől lenni. Mert nem tudom a pályát. De ahogy hallom, itt már gondoskodnak róla, hogy mindjárt lesznek előttem. Arról nem volt szó, hogy meg is előzhetsz. Hol kéne itt fékezni egyáltalán? De onnan úgy hogy tudtál megállni, áruld el? Nincs közöm hozzá, ártatlan vagyok. Véletlen se én csúsztam ki, vagy én lögtem meg valakit, vagy én csináltam bármit is. Hogy néz ki ez belülről? Lehet, hogy nem verseny közben kéne állítgatni a kamerákat? Á, ezt kerestem. A dolog neki akkor jobban kanyarodik. Régi szabály.
Ja. Az a baj, úgy sem látok belőle többet abból a tükörből. Au. Gyerünk, gyerünk. Próbálok tényleg tisztességesen versenyezni. De nem akarok én tömegbalesetet. De nem es egyszerűséggel, olyan szinten másképp mennek. Vagy legalábbis én nem úgy megyek, ahogy ők. Mert valószínűleg ők mennek jól, én meg így. Hát így szélétől széléig, egy picit csipkedve a füvet itt, egy picit csipkedve a füvet ott. Magyar Nemzeti Park Gondozó RT. ...nek nyugodtan lehet szólni, hogy a szponzorációjukat szívesen fogadom, elvégzem a munkájukat. Nem adja fel a Volvos. Nagyon-nagyon nem adja fel, itt van folyamatosan a nyomomba. Hagyd békén a papsimat! Csak nem hagyd békén. Hova csúszol? És nézd meg, megint ott van! Fél kör van hátra, és itt még szemétkedik velem. Most így kanyarodsz, vagy nem kanyarodsz, vagy mit csinálsz? Tényleg nem akarok neki menni, véletlenül se, csak hogyha nagyon muszáj már a végén. Jaj, ne. Ez a verseny itt elment. A tizedik pozíció. Szép! Tizenharmadik. Amilyen jó volt az első, olyan rossz lett a második. Itt nagyon sok volt az a végén. Ejj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 
13. helyem. Ennyi, ennyi, ennyi. Nagyon nem örülök neki. Ezt a végét itt nagyon-nagyon elrontottuk. A Volvo addig idegesített, míg csak belehibáztam nagyon. Tizenharmadik nulla ponttal. Második helyen végeztünk összességében ezen a pároson. Úgyhogy 10 ponttal szépen ott vagyunk a dobogó második helyén. És akkor a következő versenyünket majd innen fogjuk folytatni. Nem hagyja békén, ne állítgassál semmit be össze-vissza. És akkor a következő versenyünket innen fogjuk majd folytatni. Másodikak vagyunk 10 ponttal. Hajrá!
Igen, bajnokság állása a Honda második, BMW az tulajdonképpen evert mindenkit, miután mindenki BMW-vel volt elől. És következik majd Zandvoort. Nagyon jó. Szóval, hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm. Ez lett volna tehát a második futam, kívánok mindenkinek a lehető legjobbat, és további szép napot. Ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel a csatornára, hogyha érdekel a futam folytatása. A következő futam az egy hét múlva vasárnap, ugyanígy duplán jelentkezünk, majd egyet kora délután, egyet pedig késő délután. Sziasztok!